15. fejezet Edion Estiver készen állt a halálra. Akarata ellenére az elmúlt két napban helyre jött, és a láza is csillapodott az előző este óta. Ha lassan is ment, de újra volt ereje járni. Kikísérték a tömlöc mosdójába, ahol levették róla a láncokat, hogy lemosdassák és lesikálják, sőt még azt is megkockáztatták, hogy megborotválják, annak ellenére, hogy mindent megtett, hogy a borotvával elvágja a saját torkát. Úgy tűnt, hogy szalonképes állapotba akarják hozni a külsejét, hogy azután az udvar előtt majd a saját pengéjével, Olint kardjával vágják le a fejét. Megtisztították a sebeit, nadrágot és bőfehéringet adtak rá, hátul összefogták a haját és felvonszolták a lépcsőn. Három-három sötét egyenruhás őr fogta közre két oldalt. Négy elől és hátul, és minden ajtónál és kiáratnál egy-egy rohadék posztolt. Az öltözködés túlzottan kimerítette ahhoz, hogy provokálja őket, hát ha egy kart belé fúródik közben, így hagyta, hogy a hatalmas ajtókon keresztül a bálterembe vezessék. A tetőgerendákról vörös és arany zászlók lógtak, az asztalokat tavaszi virágok díszítették, az emelvény fölé pedig melegházi rózsákból alkottak boltívet. A királyi család onnan fogja figyelemmel kísérni a kivégzését megelőző ünnepséget. A vesztőhely mögötti ablakok és ajtók a kertre nyíltak, itt egymástól egy-két lépésre posztoltak az őrök, és számos őr állt a parkban is. Ha a király csapdát akart állítani Elinnek, akkor nem törődött azzal, hogy ravaszul elrejtse. Amikor feltaszigálták a vesztőhely falépcsőjén, Edion rájött, hogy nagyon humánusak voltak, mert még egy széket is adtak neki. Legalább nem kell a földön ülnie, mint egy kutyának, miközben nézi, hogy úgy tesznek, mintha nem csak azért jöttek volna el, hogy lássák az ő fejét lehullani. Komor elégedettséggel nyugtázta, hogy a szék elég jó fegyver lesz, ha eljön az ideje. Hagyta, hogy az emelvény padlójára erősített láncokkal leláncolják hagyta, hogy Orint kardját néhány lábnyira mögötte kiállítsák. Karcolt csont gombja csillogott a reggeli napsütésben. Már csak a megfelelő pillanatot kellett kivárnia, hogy maga dönthessen a befejezésről.